Na, sziasztok, itt vagyunk újra. Elder Scrolls 4 Oblivion végigjátszásánál. Ja, múltkor itt hagytuk abban. Ezen a részen, most ezt a részt kéne még bejárni. Jelent le, haladunk délre. Na, ennyi minden van még, basszus. Egyébként, igaz, hogy városokból már nincs sok. Három, négy darab. Nagyobb városokból, de... Meg ugye van, lenne még a céhek küldetése, de azt meglátom, megcsinálom legalábbis. Hát mondjuk a harcost azt jó lenne. Ja, nem vagyok nagyon mágus, azért azt annyira nem. Még a tolvaj lenne jó, csak akkor ezzel egy kicsit gonosz karakter lennék, így is ugye néha elveszek ezt, azt innen, onnan, úgyhogy... nem, kösz, nem kell idézet. Oda nem megyünk. Elmegyünk a, nem tudom, tanya vagy kocsma, vagy nem tudom mi ez. Itt nem kiderül. Villék temploma. Itt még nem jártam annó, az Hóczier. Egyébként amikor régen, hát akkor sem vittem végig teljesen az Oblivion, megakadtam a felénél körülbelül. De most már szerintem túl vagyok ahhoz képest. De most már elfogadjuk. De ha nincs itt semmi, akkor ezt visszatöltöm. Látom, hogy semmi nincs az égvilágon. Ezt már olvastuk. 9 tisztenség, 10 parancsolat, hát. Itt konkrétan semmi nincs, ha jól látom. Ja, úgyhogy visszatöltjük. Ez egy kápolna gyakorlatilag. Körülbelül. Még ez is van az eredeti kripta. Részről templomba. Igazából csak egy kápolna. Na, föl lehet menni a tetőre. Yeah, mondjuk a kilátásom olyan hatalmas. Itt is van ez a köd, mint a Morrowindnél volt. Hát jó, hogy a Skyrimba azt hiszem eltüntették ahol az égnek. A ködös effekteket. What can I Riddick do for testvér. you? I help those who live by the commands of the Nun. Take your time. Jaj, nem akarok én brájbolni. What can I do? If you've been good, wait. What do you want? Have you heard about Kvatch? They say that Daedra came from Oblivion. Kvatch, Kvatch, hát már voltam, nem? Csak erre volt jó. Mindegy, akkor megtisztítjuk a kriptát. Még egész jó. Semmi, és a nagy sötétség, körülbelül ez a kettő. Hogyan van ez basszus? Innen jöttünk, el tudunk menni. Szajtot kell ma. De hideg van basszus, amúgy bejön a hideg kintről ám. Képzeljétek el. Az ősöreg ablakokon basszus lefagy a lábam közben. Jaj, fákja az nulla tömeg. Azt nézem, hogy szeretnék. Ja. Na most olyan, hogy húzom elő. Vagy most ez a fákja? Nem valami erőteljes, de mondjuk az el semminél persze tényleg jobb. Na most akkor mi van? Úgy érzem, mintha ott lenne, de nem nagyon látom a hatását, az az igazság. Hoppá, megint be van zárva egy ajtó. Vesszük. Okay. Itt lesznek majd ellenségek. És megint itt a fákja, de nem látom a hatást, hogy akkor be kéne gyújtanom valamivel.
rá külön gomb. Mindegy. Ez ki ez? Nem tudom ki volt, de meg volt. Nagy lényeg van. Hát olyan verem sötét van, basszus, szó szerint. Csak na. Csak na. Ó. Ez jó. Ez a vakpille főpap. Tehát nem kezd volna le lenyilazni. Nem vettem föl. Aha, itt tudom, basszus. Hát ezt jól megcsináltam. Ezt valószínűleg nem kezd volna lenyilazni. Na várjunk, csak van itt autószív. Autómentés. Ugye ki kell nyitni. Na azt hittem, hogy hát annyira sejtelmes az a rész, hogy minden be van zárva kétszeresen, meg kripta. Elgondoltam én, hogy az ellenség lesz, de meg olyan sötét volt, nem lehetett látni, hogy most... Én azt hittem, hogy valami lics konkrétan. Ha megtámad... Úgyhogy... Gyors mentés, most kivételesen jó. Jó volt. Milyen? Jaj, ne! Új fel... Jó, bakker! Áááááá! Franc! Nem csak... Na, akkor újra ki kell nyitni, még újra meg kell ölni. Egyet elvesztettem ahhoz képest. De miért támadsz te meg? Kérlek, haláson. Fú. Még vak szegény. Pedig még rohadt sötét van, de... Nem tudik, olyan barátságtalannak a helyszín. Ez a fura. Láthatóan itt ilyen alkimiázás van. Ezt viszont már simán ki lehet nyitni a háromst. Ajaj, még ilyen vakok. Ajaj. Miért támadnak? Majd elég jó bírja ez a főnök. Közelharcba támadnak, de... A másik meg kulcs. Még egy kulcs. Annyi kulcs van. Beleszek ilyen pille kulcssal. De nem pille cukrot ad, hanem... Igen, ezt sokan mennyire szerették.
baromi sötét van, basszus. Nem rohadtul. A labirintus járat van itt? Igen. Fele. Ilyen rohadt sötét. Minden jöttek, nem? Minden jöttek? Lézi a próbálja. Ezek ilyen szó szerint vakhitű dolgok lehetnek itt, akik az vakhitű egyéneknek vakhitű dolgok. Szegények tényleg vakok is lettek. Közben vagy nem tudom, hogy mi kapcsán, de... támadtak ki, ugye, és akkor mint tovább kértem a katakombáin, ahogy meg gondolom szörnyek lesznek. Jaj, ezt látom. Érdekes, hogy nem jelzi a térkép ezt a helyet. Nagyon jó, hogy meg volt a kulcs. De miért támadnak az összes, még nincs semmi nevük, tehát olyan, mint a zombi lenne, csak nem zombi. Mikor lesz katana, most csak a szivatott. Ugye? Settenkedés. De rohadt sötét van. Itt is. Hol nem. Gyakorlatilag. A franzá. Tudom fel kell tenni őket. Csak elmenekült. Azt nem értem, hogy miért akarnak megölni engem. Nem értem. Már is van valami. Hú, az egy labirintus. Szerintem ide valami küldi lesz majd. Szerintem. Vörös hagyma, utána finom lila hagymát ettem. Insta-sztori. Körülbelül ezek a minőség sztorik vannak az Instán. Nem is kell visszavezet oda, ahol voltam. Mi raktár? Láthatóan. Először erre. Na jó. Én támadás az ennek van, de nem tudom, hogy mire.
konkrétan. Még ez tökre jó helynek tűnik, nem tűnik gonosz helynek, és ennek ellenére megtámadnak, érthetetlen. Na, nem tudom is, hogy honnan támadnak be. Valahonnan, azok fentről észrevette. Az a furcsa, ezt az képest, hogy mekkora hely nem jelzi a külső térkép. Nem tudom ki az, aki megtámadott ott fönn, de... Jaj, csonti! Azt hiszem, hogy ezeken a jobb a törp. Nyilván vesző, de aztán lehet, hogy nem. Na, segítenek. A papok a csontvázak ellen. Miért támadnak? Meg nem értem ezt. Ez is egy labirintus. Ugye basszus, ez kicsit fáj. Nagyon ide lehetne leesni, ha? Fentről. Ajaj. Azt is megkaptam, hogy beléptem a szögekhez. Szerintem nyomtam, hogy ugorjon, de nagyon-nagyon akart. Hátra meghalok. Sötét kísértet, ez valami jó erős fajta. Látható, ó, nem nagyon sokat, csak a súlya nagy. De nagyon. Labirintus. Hát ez hatalmas volt tényleg. Hatalmas titkos hely.
másik oldalról kell. Gondolom. Need. Hát ha visszajövünk, akkor megnézzük. És kulcs kellett. Akkor mégis elkezdek teszedni. Aztán hány katakomba rész lesz még? Húha. Nagyon szimpi. Egész csak egy főpa. Na, hoppá, van az elszívása, az itt nem rossz. Nem mit tudok csinálni, inkább semmit. Ez ilyen csapda szokott lenni, azt hiszem. Ja. Most merre megyünk, elég sok fele lehet. Valahol ki lehet jönni. De annak valami szerepe kell legyen, hát most nem piros, ő lehet csak akkor piros, akkor ő, hogyha közelbe vagy a nagy valószínűség szerint, de akkor is. Van a kék is azt jelzi, azt nem tudom. Az mit jelez? Ennyit érzett? Ez ott a nagy szucverája. De elég szegényes. Ez csak szimpla barlangnak érződik. Majd igazság. Mi a pene? Ez így is tud szivatni. Azt hiszem, hogy csak föntről lefelé ott mellette, de nem, elő szépen 500 méterre is. Megnézzük azért azt a az elejé részt, de ezt is fölvettem, hogyha nem lenne semmi, akkor visszatöltöm, mert akkor nem megyünk oda-vissza. Kicsit csalódás keltő hely, lehet, hogy van valami külde, ami nekem még nincs meg hozzá, az is lehet, nem tudom.
Jaj, csak ennyi. Vagy mi? Ja nem? Hoppá, jó. Ajajajaj. Hogy tudom ezt itt kinyitni? Ja. Biztos ezekkel kell szórakozni, de hát semmi értelme szerintem. Hát... Úgy is körbe tudok menni. Jaj. Hogy bezárult az ajtó? Ó, bakker. Ajajajajaj. Na minden esetre ide nincs értelme. Azért a kevésért szerintem rohadtul nincs. Ki kéne találni, hogy mi a metódus. Na mindegy, ezért a 40 aranyért szerintem nem igazán érdemes erre menni, bezárkózni. Azt persze mondhatjuk, hogy ez is csalás. Elmentettem, visszatöltöttem, megnéztem. Mondhatjuk akár ezt is, de... Ja. Jaj, iszket a szemem. Jaj. Jaj, bocsánat, most hallhattátok, hogy nekiütöttem a kezemben a mikrofonnak. Na, hol jövök fel? Mellette. Ja, itt vannak kint. Igen, jó, veletek nincs probléma, de a vakok miért támadtak meg, azt nem tudom. Jó. Ha megyünk tovább. Sziasztok. Merre menjünk, menjünk még jobbrább. Azért itt az a havas része nem olyan szép, mint a Skyrimban. Azért elég nagy differencia van a kettő között. Főleg, hogy a felújított Skyrimot nézzük. Megint egy ilyen barlang vagy rom. Amikor egy tűzhely is. Csak innen nem fogom látni. Tíz helyet. Hát itt is szoktak menni ellenségek. Meg valami láda. Nem tudom, hol a szar van. Annyira fent van. Ott van fenn a mennyekbe. Ez komoly. Arrin tábor. Nincs is ellenség. Nem mindig van. Ó, ez nem is az. Minden rendben. Módítások. Kalabúz, ez nagyon érdekes. Nem a szegénynek lehet, hogy meghalt a felesége, van a tomónak virágok, meg emlék. Ki vagy te? Hát ugyanazt mondod, mint a többiek, basszus. Mint a papok, mint a pap lennél. Azok is ezt mondták. Itt van még egy tábor. Lehet, hogy már ellenséges. Jaj, ezt akartam. Mindegy. Ott van. Messze van. Király taré barlang. Ez tök jó, de hol tudok bevenni? Valahol itt. Jaj. Még egy barlang, basszus. Szuper. Olyan sötét van, hogy nem látok semmit. Csonti? Nem, mi ez? Jaj, ogre.
szokott lenni egy-egy láda általában, de mit is nem látok. Bakker, ketten vannak. Nagyon jó. Lehet, hogy nem annyira hat, basszus, de egyáltalán nem hat. Akkor az csak rá, azért hat. Ezt kijelezné. Kéne jelezzem. Jó, hogy ezeket így annól főszedtem minden onnan. Szart őrizte megint. Sehol semmi. Kovaggal írják. Nem igazán kedvelő. Ennyit rólad. Meg erről. Nem is kedvelem pusztult. Azt hogy oda csökkent egy csomó mindent. Jaj, ezt is eddig tart a jó lét. És egy labirintus basszus. Előzőrészen néztem meg teljesen. Yeah.
Érdekes, hogy a 3-as azt már ilyen simán meg tudom csinálni, a 4-es még nem tudom megcsinálni. Csamód. Szóval megkaptam. Egy darab maradt. Ezért. Kémát és fára arany. Nem igazán éri meg. Pazarunk. Ilyen sötét van, nem látok rendesen messzire. Hol van ellenség? Ott egy patkája szálltam. Bujkár, ó, patkány. Nincs semmi. És el lehet menni. Leesett. Szerintem már. Mit rólad? Kizúzott egyet, lehet, hogy pont ő. Minó. Vissza kell még mennem. Nem tűnik rossznak. Ezek már voltak dolgok. Ezt elmondhatjuk. Azt hiszem azoknak elég jól lehet szivatni, annak ellenére, hogy az emberre jó bírják, de nem. Nem bírják olyan jól. És nem tudok oda menni. Csak egy úton. Ez valami varázslat. Nem nagyon használok varázslatokat. A Skyrim volt kicsi, szerintem érdemesebb.
okból. Könnyebb is, jobban használható, jobban erősíthető rendszer, több ellenfél ellen hasznosabb véleményem szerint. Ezt lehet, csak én gondolom így. Is. Na, ide jelez. Jaj, alánk. Aha. Pacs. Ennyit nektek. Igen, akkor lehet, ott is valami ilyesmi volt annál a másik helyen, akkor nem értettem, hogy miért jön a zene. És akkor idő után megértettem. Kiszáradt erőd. Van itt hal is, hogy megtámadom, valami a legjobb. Mi a szart támad? Gyorsan átváltani, de nem tudok. Na. A keretét leszírta. A rohadék. De ez a varázslatokhoz kell, úgyhogy ez annyira nem lényeges. Az intelligenciát is leszírta. Csak inkább azt csináljuk. De én nem tudok, szóval... Valahogy ez a megoldás. Intelligenciát sérült, sérültek mindegy, közelébe érek, megszívom. Nem tud átjönni, mert akkor neki kompec. Víz alatt van valaki, az is lehet. Sem fogom látni, és hol van. Nem azt láttam. Valószínűleg itt a vízben van valaki. Gondolom. Azokat, hogy megy az ellen, nem tudom, hogy hol van az ellenség, azok a vízbe. De... Hopp. Beakadt
Majd egyszerűen vannak ilyen részek, hogy beakadnak. Basszus. Nem áll. Akartátok. Ez területre hat. Hú, azt lehet, hogy meghagyom, basszus, ez annyira jó. Hát miből van ez a fúria? Sokkal több életre lenne, mint bármikor. Sehol semmi nagy dolog, azt hiszem, hogy az emberi ennyien voltak, akkor ők visznek valamit, de hát ez nem úgy néz ki. Rád sötét van, de ez egy láda lehetne valahol. Lehet jönni. Lehet nem ki lehet, föl lehet jönni. Ja, itt igen. Nem gondoltam, hogy ilyen hatalmas barlang lesz. Én biztos nem gondoltam. Beakadt. Francia, mi van? Aha, de... Elírom. Visszajön oda meghalni. Ez jó volt. Visszajött meghalni. Na, viszont tele vagyunk minden szarra. Látom. Jönünk egy ilyet.
csinált, kidobta. Meginni akartam, bakker. Kiadtunk egy részt. Ó, bakker. Nem emlékeztem, hogy ezt kiadtuk volna, ezt a részt. Akkor vagyok szerint igen. Ennyit rúguk. Azt hittem, hogy ezt nem hagytuk ki, ezt a részt. Ha itt van ideg, azért fura számomra. Na és akkor még arra tudunk elmenni. Kér, te vagy. Lejárat. A fene, ez már hányadik? Zizítő kamrá. Szihetetlen. De hogy csak itt ennyi, amennyi? Azért mondjuk megérte. Most már mozogni se tudok oda valami. Ja nem, nem ennyi, amennyi. Az kicsit sok. Tűzfajsz. Ilyen járvás, tendikus faj, ezt mikor vettem fel is, mondjuk sokat ér, de... pedig ez az annyi durva. Lehet, hogy ki is dobom a... Dobjuk ki ezt. Nyom, hogy ez 62, gratulsok. Viszont jó, mert 22 sziasz plusz még a 20. Így a pokolgar 18 plusz, hát jó, hogy nem sokkal jobb, most nézem. Hát 20 többet, hogy ezt. Már még nem sokkal, mert ez hát így is nagyon duplája, basszus. Mennyi ez 1006 ugyanúgy. Ez is terül. Hát, nem tudom. Legyen, akkor ezt dobjuk ki sajna. Egyelőre. Na visszajön ki, de látnénk vissza voltunk. De ez hihetetlen, hogy mekkora ez a barlangrendszer. Az első pálya részen azt mondom, hogy ki is hagytunk valamit, nem? Jól emlékszem. Köhö.
itt is kihagytunk, az első területén is, akkor ott van most még egy új terület. Nem tudok mit cipelni. Értetlen. Ez annyival jobb mondjuk ez a kard, hogy nagy kard, és emiatt távolabbra élek vele. És mi a franc ide jelez valamit? Víz alatt. Alatra jelz ide. Vágom, hogy hogy. Lehet egyre följebb. Vágunk, de hogy lehet átmenni. Lehet, hogy nincs ott semmi amúgy. De úgy néz ki, hogy vége is van. Ez azt jelenti, hogy a víz alatt kéne valaminek lenni. Á, lehet, hogy erre. Jó. Vajon itt valami nagyon jó dolog. Ami nem nyom sokat. Ja, hát veszed vagyunk a kamrákba megint, ha. Töteszteljük ezt. De viszont elég lassan haladunk. Most adok én neked. Visszakadt kellni, nem tudott. Még egy rákra esett a rákra. Mindig. Így ahol vagyok. Na, fők ez. Basszus.
a franc van ebben a barlangban? Az főküldetésnek jó lenne, az anyja van, az oroszok basszus. Amit nem akartam. Szerintem. Nincs semmi. Ez eléggé. Ja, itt egy ez. Ez oda bármit is. Igazán érne valamennyit. Igazán, de mondjuk be tudom vinni. Na, nincs semmi hely. Már is tudok menni. Főződés. De azt is nem nagyon varázsolok. Hoppá, ennyi volt. Még sajnálatos. Próbáljuk ki ezt. És azért akarom, hogy végre legyen, mert nem tudok cipelni semmit az égvilágon. Így. Nincs semmi. Még ott az első járatban volt valami, de most tudom, hogy jutok oda-vissza. Ez a vicc. Ez egész, viszont jó sok pénzünk lesz. Ez is egyértelmű. Úgyis itt hagytam egy-két kardot, de hát nem tudok cipekedni ilyen nehéz dolgokat. A kard meg eddig az a legjobb, mert kétkezes azért jó, hogy a messzebb elérek vele. 22-es fezés, és még arra jön a mágia, esetleg és már 42. Ja, úgyhogy ez nem rossz. Egyáltalán nem rossz. Na várjunk csak, valami nem stíl. Ja, itt már voltam, akkor jó. Valamit lehet jelnéztem. Nem tudom. Még esetleg megnézhetjük azt a... Azért... Szól is van, hát igen. Mindig itt van valami építmény is. Bakkecske, úgy ugrálok. Hol vagyunk egyáltalán? Hát eléggé... arrébb. Se vagyok tele. Aha. Nem vagyok. Gyertek. Te úgy néz ki, hogy nem akart támadni. Yes. Orgyilkos. On Citadel's northern border. De akár nem az van, hogy az orgyilkosok barátaim lettek valamiért. Hanem orgyilkosok meg... megtámadnak, de van egy erős gyanú. Ezzel kapcsolatban. Nem biztos, hogy rossz ember. Reménykedjünk, hogy nem az. Arra el kell menni, mert ugye általában jó dolgokat lehet szerezni. Na, lehet itt is el tudok adni valamit. Mindjárt látjuk.
Rugdum uraság birtoka. Szolgálók szobái, hát igen, való illetve is. Nem hiszem, hogy ez barát lett volna, mert hogy akkor itt ezt lehet, hogy nem is jelezni pirosnak, hogy innen-onnan elvinnék valamit. Olajként. Na. Itt semmi nincs, de mondjuk ez várható volt szolgák házában. Oda-oda. Birtok. Nincs itt senki. Komoly. Nem tudom, mi a baja. Uraságnak, de nem kedvelem. Tudom, ott már voltam, és én nyertem, bakker. De nálatok semmi nincs. Fejtörő körös könyve. Van írása, éle feje, úgy betizem, mint a kigyott teste nincsen, nem él halott. Válasz, csak pénzre lehet ez a vigyó. Hát ez nem olyan nehéz. Költök tudják, mi az ember és az elf szívének titka, amely vadállat erről mit sem sejt. Mivel a könyvet egy nagy medve írta. Költeményt a kötet sose rejt. Éjjel-nappal ágyát ássa messze, hallik morogása, fecseg, locsog, nem nyugoszik, éjszaka nem aluszik az a folyódorulása. Ennyi itt meg van csavarva, hogy ez nem valami, hogy valaminek a valamire, valamie kell. Hát ennyi volt az a kemény három óra, amit itt el tudtunk vinni. Látszik itt, ha elviszed, nem jönnek rád azonnal az őrök, mert ez nem egy városban. Amúgy biztos rád jönnének. Hát ez így szokott lenne. Na jól lenne viszont elmenni erről a ködös havas részről, kicsit többet lássak végre. Na, erre felem is lehet elmenni, de úgy néz ki, hogy lehet még, nem? Hát így már nem lehet. Ott már határban lehet. Na. Is vagyunk, valaki megtámad, neki Kampetsz. Általában így szoktak lenni jelenségek is. Ott van is valami. Csak a bejárat van. Érdekes. Ez szellem, vagy mi ez? Ja nem. Csak egy ilyen erősítő cucc. Kezdünk kijönni a havas részből, ez jó. Szóval lehet, hogy megcsinálom. Csak előtte szépen hazamegyünk, mert olyannyira tele vagyok, hogy... Hogy na. És amikor bejártuk egyébként az összes ilyen helyet, ha még egy 10 videó biztos lesz szerintem. 10-14, akkor végre megcsináljuk a küldiket, főküldiket. 50-60-70 videó. Hát inkább talán 70 is lesz ez a végjátszás, de hát mondtam, hogy egy is teljes végjátszást csinálok. Csak szürper óka. Az előző végjátszásomban tudtam csatlakozni a tolvaj céhez is, de most nem annyira akarok, bár lehet, hogy tudnék ott kapni tőröknek, meg jó íjakat. Az igaz. Mondjuk. Jöhet. Gyarpalos, jöhet. Hát, ez is jöhet. Mondjuk ez baromság volt, de most van. Ez jöhet. Akkor majd még más is jön, csak most hát kicsit elfogyott a pénz. Vagy várjunk, csak most ilyeséget csináltam. Gyorsan tényleg. Na, annyi cuccat összetettem, meg kell nézni, mi az, ami nem kell. Annyi ilyen varázsbotom van. Ha inkább ezeket használom itt a név, mint hogy varázsolja. Még ez is. Na, most akkor azt nézzük, mi az, amit eladhatnánk.
Remek 10 botot ezt nem adjuk, vihar vagy az 30 pont Thief Star-ra, ez 15 pont, hát akkor ez jó. Akkor ezt eladjuk. Ez sem is visszatiprozítésen mehet, vérulásra mehet, inkább a 10, meg az egyéb ilyennekre használjuk. Na. Na, sőt, roppant egyetem. Csuklom véletlenül. Szuper mód. Na mi az akkor, amit még eladhatunk? Hát... üvegnyír 14. Ezeket meghagyjuk át, amíg lesz majd. Remek tűzbot marad. Lehet, de azok nem nyomnak semmit. Varázslat elszívása, de ez jobb. Még kicsikét. Atlétikánk bőven van, a vízen járás. Hát azt ugye meghagyom, meg mennyit nyom ketté. Hát... azt hittem érdek is kellene, hogy valamire pápran legyél, meg itt tömény, de nem úgy néz ki. Hát... azért lehetne több pénzünk, és ez nem volt annyira... szuper. Nyolcezer... de ebben nincs semmi. Beleadjuk. Ezeket még jó áron el lehet viszonylag. Ebből is egy-egy. Kísérek apró. Azok van. Hát. Nem lesz nyílvesző megint, basszus. A vas nyíl, de az a... senkemet kiterülhetem. De akkor most egyelőre az marad. Ja. Megfájult a csukló. Hívjár botja mehet, jár parlos mehet, remek tűz volt mehet, mindenki mehet, hát nem sok pénzünk marad, de úgyis most még egy csomó mindent fogunk szerválni, úgyhogy akkor lehet, hogy ezt még megnézem. Jaj, hogy állunk a... Még tök jó 280, én nem mondom, lehetne jobb is, de... meg mi a francom? Jaj, ne. Szavasz! Gyere csak! Ezt nem tudjuk, ezt se tudjuk, gondolom. Annyi, hogy vigyázni kell, hogy vannak csapdák is. Csomószor. Ezekbe a típusú helyekbe. Na, víz. De azért nem jó, valahol van ellenség, ahogy csapdák vannak, akkor... fucker. Akkor nem jutunk rendesen csak úgy oda. Ez mi? Ó, azt a rohadt. Egy vampír. De jó, csapdák után vampírok. Hát ez... csodálatos. Ha!
nagyon vigyázni kell. Vampírokkal. Okay. Hát ez a gond, hogy vigyázok a vampírokkal, de közben mögöttem van a halálos csapta. Négy darab is. Beragadt a falba. De nem csak ide sorogva. Ez még egy zugabb, hogy nem kapott belém. Ezt ezért látnám. Ez csonté. Vampír. Az lehet, hogy vampírot csont, ez nem halna meg. Ja. Üvegtél, mennyit nyomjam. Az nem. Little points. Oh yeah. Úszkálunk. Lehet, hogy néha ide is csak úgy lehet menni úszkálásra. Semmi. Oldalt van meg itt középen, ja. Ó. Ez kell, ez gyűjti valaki. Most már 3-4-et megszereztünk a 10-be, nem tudom. Ennyi kell pontosan, de az egyénnek. Ezért fontos viszont az összeset kutatni az ilyen területeken, mert ezekben nem lehet, nem tudsz, hogy hol van. Ez nem lehet, hogy hol van. Van megvont, akkor tudunk még menni. Nem is olyan... oké. Vampirus, ebben nem találtak-e? Az a 10-re találtam, hogy a vampirizmus csak nem mondja. Csak közvetlen közelről tudja. Elméletileg. Én ezt itt hagytam. És kinyílt. Egy beakadt a falba. Akár. Engedhetjük, hogy így megcsapjam.
volt. Nem találtam. Debrikus tör. Szót. Hú, annak ami szuper íja van. Valami, ez szerintem ez ilyen... Ez ilyen életerő szívú lehet. Lehet, hogy ezt fogjuk használni. Túl. Hova raktad ezt a átkoki ilyen, erre kíváncsi vagyok. Aztán rázserő károsítása, hát az se rossz, de Dedrikus Homos 20-as. Tüntökülön meg 20 plusz 20 igazából. Mindig jobb a helyzet. Minden szempontból. Hát akkor úgy látszik, hogy ennyi volt. Nézzünk ki ide, de... Az nem volt olyan nagy, mint én azt gondoltam. A csapdák azok voltak bőven. Persze feszíteti tárgyak is. Ja. Ups. Mehetünk lefele, hogy majd pokol kapu, de minket nem érdekel. Erre nincs semmi. Ezek szerint már egy hegyorom van ezen a részen. Akkor jelezze már ott valamit szerintem, hogyha látnák valamit. Összenyagoljuk ezt a kaput. Egy szátornál adjuk abba. Medve uraság. Abba halt meg, hogy megütött. Durva a skill. Na, szadjuk ezt a kukol kaput. Na, itt van két ilyen cucc. Aj, ne, még. Beleakadt a kőbe. Egy kicsit ezt, mondjuk a varázsló elszívás ezzel nem vonatkozik, de... Majd basztus, jó, de a pokol kapui... Csúszik el. Itt van
két barlang, amit azért szeretek majd a legsötétebbtől. Itt most alapból is sötét van, de... Éreztem. Elég jó bírják. Vannak rajta cuccok. Másik. Ketten voltak. Köszönöm fel a még. Köszönöm fel. Jaj. Jaj, barlang, nem? Ez is erre. Hát azért elég sok mindent felfedeztünk most itt. Mondjak. Ja, akkor én nem fogjuk folytatni, addig is búcsúzom tőletek. Sziasztok!